Sziasztok, üdvözlök! Nagyon minden kireszenél, tehát találtam egy retro múzeumot Balatonfőkajáron. Hát itt szerintem jó pár órát el fogok tölteni, és nézzük, mennyi minden van itt. Semmi. Régi sebb lámpák. Meg a Orion AT500, az első hazai színű TV. Az ugye fekete-fehér volt. Nem is emiatt, meg van egy magnó deck. És a lejbakerít a játszó is a pult mögött. Rambo 3. És az DVD-n, néhány sem az retro brandben. Kulvis telefonna. Tányéros hújsugárzó, ez egy valami zinger varrógép, apá. És a tévék. Jonosztól emlékszem, ilyen volt nálunk is. Ez a piros színben, Jonoszt. Ja, meg ezzel lehetett az HBO-t nézni. És nem semmi tévék. Megtaláljuk a Super Corollt, ahogy, na itt van. Na, ilyenünk volt. Ennek voltam a távirányítója. Hoppa, Bass Spencer. Semmi. Boombox. MK27-es, ez is egy BRG magnó. Régi, meg régi szalagos magnók. Ez a lemezjátszó. Na, mi ezt hasonlunk egyébként volt. Nem pont ez a fajta, de volt, ami ilyen lemezjátszónk. A gombok azok ugyanilyen, a csúszkák, meg ezek a váltók, a fordulatváltó, az ugyanilyen volt. Ez viszont az igazi retro rádió. Most tudod, hogy itt hullámot, meg URH-t is. Ez viszont az az igazi szalagos magnó. És azt nézzétek, ez meg egy régi laptop. Mert ez még nagyon régi lehet. Commodore 64, az viszont a legjobb gép mai napig. Egyébként. Valami ehhez hasonló írógépem is van otthon. Aztán, igen. Commodore Dataset Magnó, olyanom is volt. Bár nem, valami ilyen, nem, ilyen nem volt. Az volt a Commodore 64-ünk köz. Csak az nem Commodore volt, hanem a valami klón. És a hozzávaló floppy is itt van, de nekem a másik volt, ami ez az 1541 az eredeti, de volt egy második része, amiben már nem volt beépítve a táp. Régi karcjátékok, nem semmi. Videóton TV foci. Walkie-talkie. Semmi. Ez a régi rendőrségi CB. És itt vannak még a tévék, meg a számítógépes sarok. Nem semmi. Meg a kredenc. Ilyen van nálunk a garázsban otthon. Ez a régi ízé kilincses hűtő, ez semmi. Ezek a régi ingaórák. Biztos valamelyik a kukkol is. Már ha működne. Szokol. Ez a bolti kávédaráló. És egyébként kint a... vannak járművek kint az udvaron, de majd azt a végén, de azt is meg lehet nézni, megkérdeztem. És van egy csuklósi karusz. Ezek a boomboxok. Régen mit meg nem adtunk volna egy ilyennél. Régi való számológép. Na, ilyen is van otthon. Marévos táska. Úristen, ezek a görkori. Ilyen Terence Hill ilyennel ment a nyomás utánába. Ott is van egy karcjáték, vagy pár audiokazetta. Semmi. De ez tényleg, mint a berendezett nappali. Egy teríti a tévé tetején. Már csak a kék halasszoból szóval hiányzik, és teljes lenne a kép. A Rec Group, kezdhet számolni. Ez ilyen, ilyen tekerős pénztárgép volt, és a Bombay Jobbok szóló filmben volt ilyen. Ez az meg egy rendőrségi adóbevő. Ja, hordozható lemezjátszó. Ez nem semmi. És itt is tévék. És én olyan bakelítőre szóltam, de szerintem lejárt a lemez. És ezt nézem itt, mintha megfordult volna a lemez magától. De nem volt itt senki, aki megfordítsa, és most elkezd az elejéről játszani. Azt nem tudom, hogy sikerült így. Milyen lemezjátszó? Ez valami Akai. De hogy volt ilyen, hogy meg tudta fordítani?
Magnónál láttam ilyetem, hogy a kazettát megfordítja, de hogy nem ezt is. Na most lehet, hogy copyrightos lesz. Emiatt, de nem baj. Maximum ezen a videón nem lesz bevételszerzés. És itt vannak a lábi. Hangfaj. Takarító néni. Hol a WC pumpa? Mit tudom én? És ilyen szuperkaló videótonunk volt, ugyanezek a csatornaváltó gombok, hangerő szabályzó, és a középsővel lehetett kikapcsolni a színeket. Mennyit komodoroztam én ilyenekkel? Meg én voltam ennek a távirányítója is, ennek alapból nem volt, hanem mindig pattany kapcsolódált a kettesre, vett halkabbra, hangosabbra. Ez ma rendőrengyelruhák? Aha. Na jó. És ez még mind semmi, mert még itt van több szoba is. És járgányok. És akkor a kis szoba távközlési eszközökkel. Fényképezők, nem vagy valamit nagy szét nézünk szintén. És egy vadőröfi a falon. Van a szláda, igen, ez egy még ilyen pénzbedobós telefon. Hú, ez meg a Spenót zöld, CB76-os. És ezek az egy mikrofonok tényleg, hát igen, ilyenekkel készültek a hangfelvételek, sajnálom, hogy amikor videókamera nem nagyon volt, de ezekkel hangot lehetett felvenni. Ez a Magnum, ez nagyon jellegzetes, ez a BRG. És ezek meg diktafonok, aha, ilyen üzenetrögzítő és kis kazetta. És ott a régi szovjet diavetítő. Na. Ezek meg VHS kamerák. Azt hiszem ez volt a legelső fajta VHS kamera, ahol a felvevő és a lejátszó egybe volt. És hát maga a rögzítő eszköz, meg maga a kamera, ez már egybe volt, mert régen két külön eszköz volt. Azt hiszem, hogy ezért vissza a jövőbe első részébe. Ilyenje van a dokinak, ezzel veszi föl Marty, amikor az időgépet próbálgatja. Azt hiszem az pont, hogy az ilyen kamera volt. Megmutatom neki a nagyapját, a kamerának, amivel most filmezek, éppen de tényleg. Mennyi gomb, és igen, ez egy nagyon profi kamera lehetett a maga idejében, és szerintem ez már nagy kazettás volt. Van külön mikrofon csatlakozó, lehet, ez minden, de van beállítás. Ez tudja, hogy egy nagy kazettás. Ez pedig szintén egy nagyon fullos magnódek lehetett a maga idejében. Ez a Panasonic videóra játszó, az is. Nyilván ezek már rögzítők is voltak, nyilván a nagy piros gombbal lehetett felvenni a VHS szalagra. De voltak olyan olcsó videók, amit csak lejátszani tudod felvenni, nem? És ott van a mobiltelefonok. Oh, 16-10-es Nokia, na, ilyenünk viszont volt. Az analóg 0660-as lett lecserélve először egy ilyen, amikor már digitális Vestel 900 volt, és nem 450. Az 51-10-es, az is egy népszerű volt. Sokaknak volt. Hát az Ericsson az már kevésbé, mert ez nem volt most a papíró, de ott a 3310-es, na olyan, ennek az első mobiltelefonom olyan volt. Csak kék színbe. De azt nagyon sokáig húztam, az egy nagyon jó telefon volt most a papíró. Ezek meg a sima analóg fényképek. Megvan a Polaroid. Ezek meg mint a Huni modellek, ilyen plüssüzét, ott egy kis polszki. És ezt nézzétek, ez igazi retro darab, ez egy antik üzenetrögzítő. És azért van benne két kazetta, mert az egyik az csak az a 20 másodperces, ez a kimenő üzenet. Ez pedig erre vette föl. És ez még ilyen hagyományos rendes audio kazettát használt az üzenetek tárolására. Ugye ez vezetékes a telefonoknál, a volt üzenetrögzítőzők, ugye úgy működtek, hogy ha nem vették fel a telefont, akkor felvette ez a masina, és lejátszotta a kimenő üzenetet, tehát itt volt az, hogy tudom én, ez egy nagy lakás, nem vagyunk itthon, hagyj üzenetet, és akkor síp, és akkor kazettára rögzítette. És akkor mutatta, hogy volt-e üzenet, vagy nem volt, és vissza lehetett hallgatni. Nyilván sem tudom, hogy látszik-e, hogy igen, ez a kimenő, az outgoing, és az incoming a bejövő. És nyilván annyi üzenetet tudott tárolni, amekkora kazetta volt benne. Tehát egy 60 percessel egy órányit. És ez viszont egy első generációs 0660-as telefon volt.
ez volt maga az egy kézi beszélő, de ez a komplett egység, szerintem ez egy mobiltelefon. Ugye a Western 0660, ilyen nálunk 1990-ben indult el, és 2003-ig működött. És ennél voltak nagyobbak, és voltak ezek a nagy aktatáska méretű telefonok. Aztán később már csökkentek, hát az igaz, talán pár éve később már csak egy kb. Ekkora volt egy olyan hatalmas bunkófon, ilyen 0660-os, de az antennája az kb. Ugyanekkora volt. És ezek itt meg már a digitálisak. Igen, ez pedig egy régi telefonközpont, ilyet nem láttam élőben működni, de azt hiszem, hogy itt lehetett különböző vonalakra rákapcsolni a hívást. Meg hát nyilván ugye ez ilyen főnöki telefon, ez ilyen titkárnőnél voltak ezek, és akkor különböző helyekre kapcsolhatta a bejövő hívásokat. És szerintem kimenő hívást is lehetett ezzel indítani, ugye a számtárcsa az azért van rajta. De a bejövő hívásokat meg legalább ezekkel a gombokkal lehetett kapcsolgatni különböző vonalakra. Gondolom azt is megmutatta, hogy melyik volt foglalt. Itt egy foci sarok. Vagyis egy fradi sarok. Ez egy szobabicikli, az. Ez egy szobabicikli. És még Ambit is reklámozzák. Már mostanában Ambi nem szokott videózni, de most itt kap egy kis reklámot. A hajdúházas pár. Ott van a mind a két tagja a hajdúházas párnak. Mosógép meg a centri. Meg az a két a porszívó, ez is hány, még pedig még abból is. Ezt akkor még tudta porszívót csinálni. Amú szampa, lehet is emlékszem. Ez nem semmi. Ez egy berendezett fodrászat. Ez a hajszállító búra. Mind nagyon-nagyon régen uszodákban láttam ilyet. Azt hiszem megtaláltam a cikklakát érdeklő részleget. Hát ezek telefosztalok, csak nem vasúti. Nem semmi, ezért megint. Ez egy telefosztalváros. Viszont van itt egy vasúti kép is. Ahol meg ott egy 411-es mozdony. Ezek meg mocik. Szocialista brigád, és ez az a régi Volánbusz logó, meg a tényleg 1981-es Volántröszt. Szerintem ilyen hangfalunk is volt. A könyvek. Egy BMX bicikli. Hasonló nekem is volt. És ugyanezek az védők rajta voltak, ezek a szivacsok. Kormányon is, ott is. Ezt nagyokat lehetett ugratni egy ilyen BMX-el. Megesni is. Na és itt akár ezt nézd meg. Ez egy majdnem ember nagyságú legó. Sinek. Ez meg egy mekkora nagy ez. Mekkora hegedű. Ez már egy nagy bőgő lehet. És egy dobszerkó. Na ez viszont már telefosztal, és nem is kicsi. Hatalmas, de hát ez még nincs elkészülve. És ott készül még egy nagy vonatos telefosztal. És itt viszont van egy, ami már készen van. Ez a helikopter, ez a nagy malév repülő makett. És a busz makettek. Van egy kettő, ami ismerős. Szerintem egy-kettő nekem is megvan. Gazdálkodj okosan, és ez még az eredeti. Dallas. Szarok a falam, rabazz meg. Na, és ezt nézzétek. Mindjárt lejár a lemez. Most megvárom, mi fog történni. Tényleg megfordítja el magát. És egyébként van itt egy olyan kapcsoló, hogy végtelenített lejátszás, úgyhogy egyébként simán. Meg be lehet állítani a lemez méretét is. Ezt megnézem, mi történik, hogyha lejár. Vagy sőt, közben azért rájöttem, hogy szerintem nem magát a lemez fordítja meg, hanem bár azt nem tudja, de visszaküldi a tűt az elejére.
mert be van kalibrálva, hogy mekkora a lemez, és vissza tud állni az elejére. Na de mindjárt kiderül, most már megvárom. Beért a tűr közepére, igen, és mi történik? Aha. Igen, és visszaáll az elejére. Nem, kimegy a szélére. Aha, és akkor menetére, és akkor most leteszi a tűt. És visszament az elejére. Na, ilyen modell lemezjátszó sose volt, ami ezt meg tudta csinálni. Kézzel kellett visszalakni, meg a lemez megfordítani. Vagy még megfordítani, itt is kézzel kell. Ezek szerint azt nem tudja. És akkor nézzük meg a légi autókat. Itt egy Smart Merci. Itt van valami rendőrautó, ez egy Opel. Ilyen katonai Opel. És ott azért ponyva alatt ott az Moszkvics volt. Ezt rosszul láttam. Viszont Dákó. Na, ez egy ráadásul taxi. Meg a jó öreg vízfordaló Skoda. Semmi. Ez vajon micsoda? Jó, hát meg azért a Labi, hát azt persze azt mindenki ismeri. De ez mi, ez a mentőautó? És itt van az Icarus. És ez a Buzz Spencer Terence Hill film sem maradhat ki? És akkor ez volt Balatonfőkajár Retro Múzeum. Hétvégén van nyitva, de majd bedobom a Facebook oldalukat, valami linket a leírásba. De hát ha erre jártok, feltétlen nézzetek be, érdemes. Én pedig megyek tovább a bicikliúton Fehérvár fele. Egyébként arra kell menni. Itt van fölfestve a bicikliút jelölés, és ugye Budapest-Balaton bicikliút kiépült már. Ugye teljesen, és most a Balaton akaratja Fehérvár szakasz járom be, ugye akaratjára csatlakozik be a már meglévő Balaton körüli útba. Úgyhogy ennyi, sziasztok!